Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Épp testben, épp lélek. Hámori Jenő. Szülővárosában a Bencés gimnázium testnevelő tanára adott először kardot a kezébe. 15 évesen 1948-ban lett a Győri Vívóklub versenyzője. Érettségi után felvették az ELTE TTK-ra, így Budapesten folytatta a vívást. Hámori Jenő 1954-től szerepelt a magyar válogatottban. Valóságos félistenek közé került. A következő években Gerevics Aladár, Kárpáti Rudolf és Kovács Pál társaságában olimpiai és világbajnok lett a magyar kardcsapat tagjaként. A vegyész diplomáját néhány hónappal az 1956-os olimpia előtt szerezte meg. Az olimpia után részt vett a Sport Illustrated magazin 3 hónapos bemutató körútján, majd az Egyesült Államokban telepedett le. A vívással nem hagyott fel, 2-szer nyert amerikai bajnokságot, és az 1964-es tokiói olimpián az Amerikai Egyesült Államok kardcsapatának tagjaként a 7. helyen végzett. Hámori Jenő 1964-ben a Pennsylvania Egyetemen biokémiából PhD fokozatot szerzett. Ezután tanított a Cornell Egyetemen, a Delaware Egyetemen, majd 20 évig volt a New Orleans-i Tulane Egyetem orvosi karán a biokémia professzora. 2003-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vendégprofesszorként biokémiából tart előadásokat. A 2005-ös Katrina hurrikán tombolását New Orleansban vészelte át. Több napon át ismeretlen volt a sorsa. Hámori Jenő 2006-ban tért haza Magyarországra. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.